Hai, Mario, fagli capire che per chi tu parlaggio mineral vasse. Igenis, kettő tetszett mondani? Igen, kettő, egyet oda, egyet ide. Azonnal hozom. Mi tetszik? Ön várja. Tessék! Mondd, anyus! Kié most ez a lokál? Mi tetszik, kérem? Zöld vagy cica? Azt kérdeztem, ki a tulaj, ki a gazdán? Na, papolj cica. Katona Ivanos az. Örömöm határtalan. És hol van most? Fönt a lakásban. De rögtön lesz. Na, most trapász, fel magad hozzám, amikor beszélnek az ember. Na, papolj cica. Igen, és mit mondjak, ki keres? Csak annyit mondj, Leo. Milyen Leo? Csak Leo! Elő semmi, hátul semmi, középen. Leo. Éves. Rum van? Rumos Tea van. Akkor hozzá csukd a rumot. És a Tea. Jaj, azt így meg te. Na, marsd el nekem. Éves. Hogy dehogy nem, csak
vasukról, valaki. Egy-két szerelmes pár is mindig akad. De ma az emberek nem utaznak, és a szerelmesek nem kávéznak. Rémes, hát így megváltozott a világ, amíg én kint voltam. Örülnék, hogy kint voltál. Tudod, mit bementeni kezdtük? Végrehajtás, foglalás, árverés, inkasszó, büntetőkamat, csődeljárás. És semmi forgalom? Na, elsőjén. Olyankor jön a bútoros ügyvédje, a teljes ügyvédje, meg a házi úr ügyvédje, egy egész ügyvédkongresszus. Már nem úgy zsülvedni mindent, erre hozzá. Csak nem gazdagodtál. Hát, oké, fele éppen nem vagyok, de azért lesz, mint aprítani az ügyvédek kávéját. Csak fölöngyeik hol van, hát. Ez az egész mondjás. Ez, nem fél vásárolok én majd mindent. Mert van egy amerikai közmondás, hát minek cipekedni, amikor mindenütt mindent lesz kapni. Van egy közmondás, én itt most jár, hogy a dohányt ne igyem, fent forgyál. Mert a dohánynak szárazik el is, erre a zsebítség a zsebetekedik. Vigyázzunk el, ha mit megmentjük, mert a dollár apróban tettük. De hát a tényleg nem kérdezik, lehet rá reményünk, hogy mit többitek. Vigyázzunk el, ha mit megmentjük, mert a dollár apróban tettük. Tehát ha tényleg szent életet élünk, lehet rá remélünk, hogy még többi tett. Oh, yes! Na hát, arra sok dollárt hoznál, jó, mutas egy. Jaj, ugye hát egyik dollár olyan, mint a másik. Minek van? Az én dollárem jól le van rakásra. Én csak akkor veszem el őket, amikor főnek énet. Jön már, Lajos bácsi. Na, mint az ide, nagy lány van. Egyesre rossz éve lennénk, ha nem volna vőlegénye. Neked megmondhatom, hogy van. Illetve nincs, de lesz van. Van, nincs, lesz? Nem, ó, már összesen, hát jó képű ez a van, nincs, lesz. Na, remélem. Remélem. Tudni, én még sose láttam. Hogy? Apró hirdetés. Fiatal, csúnyának mondott, szegény, szellemtelen. Fiatalember, megismerkedett, önálló, gazdag, szép, szellemes, nagyvilági hölgyel. Leveleket csak asszonyok jegyére a főkiadóba. És én válaszoltam rá. Milyen nagyvilági asszony? Megőrült? Nézd, bácsi, hát itt tényleg bezárvált az üzletre. Sehol egy darab a fejét, milyen kilátásunk van, meg egy magabbaj találtak. Kiállj be! Cigler bácsi, önmaga, sapkozik meg. Jó, és közöttük te is megbolondultál, mi? Én csak egy kis változatosságot szeretnék. Egy csak kalandot. Az ember ír egy levelet, és másnap erre a valamit várja. Tényleg, a levél még el sem olvastam. Na, na, csak ide, majd én, majd csak ide. Jó, majd. Na. Arra van ez. Ja. Asszonyom. Tudni, én azt értem neki, hogy magasrangú állami tisztviselő üzvegye vagyok. Kis kocs. Megkaptam angyali levelét, persze Balaton súrlóra kell utazom, a 3 hétig maradok. Nagyon szeretném még elutazásom előtt megismerni, és mivel már nincs külön másunk találkozni, nagyon kérem, várjon meg nekem a déli vasúttal szemben lévő kis kávéházban, a Café Balaton. Szent Isten, Lajos bácsi, ez ide jön! Én két nagy örömmel jövök oda, és hogy én is felismerhessem ön, tartson a kezében valamilyen német nyelvű újságot, hogy tévedést felhessem, pontosan 8 órakor ott leszek, olvasat a dal aláját. Szent Isten, Lajos bácsi, ez ide jön az én üzletembe! 5 perc múlva 8. Na, hát itt legyek egy nagy világi hölgy! Na jó. Látod, Lajos bácsi, ilyen az üzletemség! Mutasd, milyen ruha van rajtad. Mutasd, ez a kötényed. Ó, oh, hát ez valódi nagyvilági ruha. Ez elleni egy-kettő. De valós bácsi, mit akarsz ezzel? Üljön ide ezt az asztalhoz, és rendben, vendég leszed a saját üzletet. És akkor ki ez a tulajdon? Mely a kiintott tulajdon az éles határba én. Meg amivel üzlet találtok? A szekrényben van. Aha, na, mi neve? Padmi, hogy van üzlet találtok? Ja, és a fizetőtársát is. És a fizetőtársát is. Pabbi! Pabbi! Nem vagyok süge. Na, ki legyen? Évök a Lajos Bácsi Amerikában. Mostantól kezdve, évök a gazdát. Érted? Ismered ezt a
És ma először fogok matot adni magamnak. Nagyon érdelem fogok. Érdelem csak ide. Egy kurz, hogy a lovagsággal és sakva elizmunkam. Á, gratulál! Köszönöm, gratulál! Elolvasom az újságot. Ajaj, itt hajra lesz, igen. Hol van az újság? Most már kézben van. Hogy ez kézben van? Kérem, rögtön, talán már egy perc múlva odaadhatom. Az én újságomat már szolgálta Rijkaard. Rijkaard. Hát, nem értem. Nem tud németül. Én egy most tanulja a nyelvet. Kérdezzel, adj így az újságot. Hát majd, ha megtanult olvasni. Hát, szóval. Hát, szóval. Hát, szóval. Hát, Méltóságos asszony.
Igen, özvegy, méltóságos, termélet, szólítson csak Évának. Méltóságos Éva. Mondja, most egyedül. Igenis! Igenis, kérem, egyedül élek. Van ugye egy amerikai nagybácsi, nagyon gazdag ember. Ja, legyen mondjuk 50. 60. 60 éves, a bácsám. Nem, úgy csak ebben, hogy akar járni. 4. 4 éve nem láttam. De maga, beszélje már egy kicsit magától. Lányi Robert, képviselők. Ugye a diplomám blonder keretben az ágyam fölött lóg. Egy kövér pók kifeszítette rá a hálóját. Ő az egyetlen, aki megjön belőle. Én még egy vasat sem keresem. Akkor miből él? Én most meg tud retni engem. Engem egy nők tart. Egy öreg nő. Az anyám. Na hát, nem tud elhelyezkedni. Amikor a maga ért, addig eltudtam volna. Akkor még gazdagok voltunk, de ma már nem megy. Ma rám vagyok szorulva. És ugye a manapság az állás is társas lény. Csak oda megy, ahol már van belőle egy pár. És magának egy sincs? Egy van. A mamám. A mamám kisfiú vagyok. A Robbika. És mondja, hány éves ez a Robbika? 30. És a kapuzárás után megy haza, akkor a mama meghúz a fülecskét. Remek. És mondja, mit szól a kedves mamája, ha mondjuk a Robikának rendezvője van egy nagyvilági hölgye? Hát a mama ilyesmire nem is gondol, ha azt hiszi, hogy a Robika még tisztességes fél. Mondja, a kedves mamája ezt tényleg elhízi. Jó anyám, hívő lélek! Szerintem esténként hófehér leányágyamban maximum kézcsókokról ábrándozom, és arról is csak vasárnap. És nem is sejti, hogy maga ilyen rettenetesen nagy nőt rábász. Asszonyom, ne haragudjon, ne sért engem. Nézze, e pillanatban egy ekkorka nő sincs az életemben. Erre miért kell? Különben ne legyen. Lola! A kis unokatudom, hogy kérülsz ide arra? Sürgős üzenetet kell átadnom, én is vágyam. Ön meg most egy pillanatra, hogy csüvegesen vár. Kis családi. Jel, így egy kis hurcát. Adj egy cigarettát. Ezért jöttél? Komolyan mondom, ezt a rafikban is megkaphatok volna. Lesz a cigaretta. Adj egy kis tizet is. Lesz. Kösz, maradok. Hogy egy csőrű! Anyám! Az a több macska beesett a tejszín! Miért? Ne menjen el, egy perc is a magáé vagyok! Bocsánat! Mondja, kérem, hogy a babaguk rálőtt bele! Hogy nem kérem eredetési parancsot? Na mit szólsz, erre nem számítottál, mi? De egyszer már álmodtam ilyesmiről. De akkor tífuszban voltam. Mondd, hogy kérdez ide? Kérlek szépen, az úgy volt, hogy reggel felkeltem. Aztán megreggeliztem. Aztán egyszer csak az... Na jó, még ezt gyorsan, de ne forgass nyárs. Kérlek, a parancsolat sürgős stílusban. Szobalány elárult a utazó. Stop, taxiba, Berlin vasúthoz ki. Sofőrnek 3.50, légy szíves, add meg. Stop. Stop! Mi vagy, stop! Láttalak bejönni, leskedünk és lő az asztalot, mert megvagyunk, stop! Mondd, kész vagy? Csak most kezdem! Hová utazni? Beleutazom? Ki ez a bőr? Balatonra utazom, egyedül utazom, nő régi ismerősen stop. Ha ez igaz, akkor magaddal viszel? Nem viszlek. Szóval szakítani akarsz? Nem, majd ami szétszakítani akarnak darabokra. Nem fogsz elutazni?
El fogok utazni róla, muszáj! Nem muszáj! Ki parancsol neki? A mamám! Hogy? Tudod, hogy hozzáutazom a 6-os úróra. Megint meg akar nősíteni? Igen, minden évben. Eddig még sikerült pártában maradnom, de hát ha az idén valaki megköti csömbúnyi fejemet. Káros kapáért, de engem fogsz elvenni, ha végre megértem. Én adtam a fiatalságot. És ha nem adtad volna, nekem akkor még meg lenne. El fogsz venni. Elvégre 2 éven hű. No. Úgy szóval hű vagyok hozzá. Ide figyelj, a házassághoz nem hűséggel, hanem hozomány. Legalábbis a mamámnak. Amíg a papa élet jó, anyám hozzászokott a jó módhoz. Most havi 600 pengő csaparásból jelent, hogy nyomorú életét szegénykel. 600 pengő? Ez neked rendetik? De nem tudod, hogy úgy, hogy jöttünk az előtt. Mamának bankja volt, 6 pénztárosa. Először bezárták a bankot, aztán a 6 pénztáros. A bankutca úgy nézett ki, mint egy pénztárterem. Minden rácsú, mint egy pénztáros nézett vissza. Eddig maradt. Ha Isten és anyáskám is gyakorolja 3 évig. Na, és addig vele mi lesz? Halljak én! Elég lesz 3 év. Legfeljebb összehúzom magam. Hát, Istenben, fiacskám, a legjobbakat kisasszony, szaladok, nehogy letéstem a vonatom. Szent Isten, hol okozom? Ezzel bocsánat. A kis csúrgató lóhát. Dohányzik. Hamar is tud róla. Szegény, hogy nagyon beteg. A cilinéni. És kényszerű vagyok neki. Szegény jó cilinéni. Hát, ugye ez a hölgy nem éppen úgy nézett ki, mint egy unokahúg. Ugye? Csak nem feltételezik volna, hogy én. És főleg a maga jelenlétében. Miért nem? Nem kötelezik egymás semmire. Hát, ha nem is tetszik egymásnak. De nekem maga tetszik. És ezzel a dolog részemről el is van intézve. A többi, a maga dolga. Semmi, mert annyi sok szép van magán.
lenni. Igen, és ilyen három napra. Ha remélem én fizetem, ragaszkodom hozzá. Ki az otthon felejtettem a pénztárcámat? Bocsánat, akkor ha megengedi. Majd meg fogja küldeni. Alapos hulló. Siószáló. Nagyon köszönöm. Akkor ha úgy tetszik, ünnepünk is. Alap nélkül mondja, azt is otthon felejtett. Élete, hát a öt alapja itt van. Gyönyörű darab. Nagyon apart is siószáló. Akkor mi megyünk is. Kinyitott ki a pár szészetét? Ki farmaszott? Kiülték évet?
kiből nem lettek észrevenni, hogy hol vannak az ékszerek, és ki nem árult el a társát, és kiválott mindent magára, én, és most eredj a fenébe. Elvira a fené. Én leültem az egész 4 évet, ne ülj le belőle 2, akkor megkapod a fenét. És halálmát csinálok? Én már leültem a magamét, de te még nem. Akkor jön a rend. Az legalább valamit emlék, hogy el ne felejtsd el. Én ezért becsületesen megdolgoztam. Megdolgoztál? Igen. 4 évig papírzacskót ragasztottam az állatot. De a nyugton maradsz, ha hagyod ezt a mókát, akkor mi alapján elkereshetsz egy kis kedélyért, mert egy amerikai közmondás... Jaj, ne gyerek nekem amerikai közmondásodra! Van egy amerikai közmondás, úgy bánsz a haveroddal, ahogy ő bánna veled, úgyhogy marsz ki, fiam! Hova nem az semmit? Semmit! Tudom, itt maradok és vezetem az üzletet. Rendben. Hova szeretnél menni, utazni?
De hiszen éppen ezért jöttünk ide, hogy kitégyek el a kísértésnek, hogy nem? Egy szomjú világban nem kísértés. Egy szomjú világban valóban kísértés, ha kiderül, hogy nincsen vastag. De... Vannak, hogy van ő személyek, akik semmitől se jönnek vissza, akik nem köszönnek. Azt hiszem, hogy nem is igen, hogy egy nagyon jó világról van. Arra oda vagy egy kicsit tudásvárosan is világos magadra. Elére vannak itt nagyon finom kis új lánykák. Miért nem barátkozol össze le? De amit miért? Én szégyellem magam. Nagyon szép tőled, hogy egy bűn vagy. De mindennek van határa, hogy soha nem kapsz feleség. Itt vagyok valaki sérülni. Istenem, és akkor mi van? Legfeljebb majd bársom szalagot ültök a nyakamra, és kis cicákot nevelek. Én úgy szeretem őket, mama. Kicsit cica. Kivel beszélsz? Mondom, kicsit cica, mama. Szeretem a kicsit cica. Már ebben nem semmi. Mindig ezen a nyáron bekötöm a fejedet. Te? Igen, én. Mert egyébként nem vagy, hogy én szerzett neked mennyasszonyt, és nem tűrök ellenvéleményt, megnősülsz. Elveszel egy romlatlan úri lányát, akinek még érintettem is hófehér. A lelke? A telek könnyű lapja. Szegény anyám elveszik, az neked vissza kell hozni a család. Nekem menj kell. És már nem illik erről beszélgetnem vele. Nekem unoka kell. Anci, most képzeled ezt. Mert ha itt lesz az ideje, akkor erről is beszélgetünk. Na, hogy egy Pancsi! Ugyan, nem kell a mamának mindent tudni. Tudj, én a vonaton állandóan csak magára gondolok.
a jó anyám most pihen, és már édesem uralom. Jó, hogy beletedik, amit kér, hogy van időnk. Mondjam, kérem, nem gondolja, hogy egy kicsit kínos nekem bújkálni a mamája elő? Nem, jó, már megérte, de... Jó, nézze! Engem az anyám meg akar nősíteni. Én eddig sem rajottam ezért az ötletért, de mióta magát ismerek, én egyenesen irtózom tőle. Nősülni, bohala! De mondja, mit szól a kedves mamája, hogyha mondjuk beleszeretne valakivel? Nem tudja, az lehetetlen. Nekünk házi törvényeink tiltják, hogy én saját szakállamra legyek szerelmes. Nekem azt a nőt kell elmennem, aki az anyám szerelmes. Úgy. Hát, hogyha maguknak egy szigorú törvényeik vannak, akkor Isten vele. Bocsánat, a törvényeket azért csináljuk, hogy legyen mit átlépni. Nem, és maga átlépni. Már át is léptem. Mi az, hogy átléptem? Átugrottam. Olyan nagyot ugrottam, hogy egyenesen a mennyországon érzem magam. Anyjart is látok. Megtenni, ma van ilyen fülke kígyó. Nem, 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 n
akarnak. Igen? A nők! Ha így folytatjuk, lassan már egymást fogjuk elvenni. Atyámnak meg még kikötései is vannak. Mérnököt szeretne férjem. Mérnököt? Bocsáss meg! Én vagyok az idősebb. Sajnos. Engedd meg! Uránni! Szervusz! Szervusz, kérlek a lássam. Lola! Kérlek! Lolucikám! Csak azért, mert az imént említetted, hogy mennyire tetszett az én fiam. Hát tudd meg, hogy ő mérnök. És én nagyon, de nagyon szeretném, ha ő megházasodna. Kérlek. Istenem, milyen náj, milyen szent, akárcsak az én kisfiam. Szent, de fiatal ember. Ez volt minden álma. És micsoda nevelés, mert az házias, az beszél három nyelvet, az zongorázik, én csak főzni nem tudom. Azt is tudom. Bizonyára azt is tudom. Tűni, nem sajnáltuk a nevelés, szegény uram. Nyugodjék, gazdag ember volt, de tönkrement, és ráadásul be is törtek hozzá. Viszont nekem ellopták az összes ékszereimet, a vágóköveimet, a bárbelezeket, a gyöngysorokat, csupa családi erekje. És ellopták az ékszereket? Igen, de nem adta elő az ékszereket, nem tudták kiszedni belőle, hová rejtette őket. De csak ne feküdtem volna ide görcsbe. Haj, ha én vallathattam volna ki azt a... Ó, bizony a törvény manapság nagy felvész. Ő mennyire ítélt? 4 évre azóta már biztosan előkaparta az ékszereket, és most már tudom, hogy de én nem akarlak mondani. Magányügyeim. Biztosíthatlak, nagyon érdekelt. Remélem, hogy gyakran találkozunk. Eljönnél például ma este a Sió teraszra. Ott lesz a Robikám. Nagyon szívesen. Én úgy megszerettelek. Nagyon aranyos vagy. Kinek kellenék én? A fiatalak volnék, hát.
már rég a függöny lett. Hova lett már a hó, amikor még a jó, jó a strasztól zenget, akkor fó. Amikor még Öster várják, a piackertben ült a festlát. Gyönyörű szépen szívő, szomorú szívvel legyintek a győ. Jaj, maga csúnya, mit megkapok, mit megkapok, volt minden szó. Lássa be, mama, mit maga magas csöpp látom én, ő fürgi a halcer mellé. Holcerben ocsír a múlt, erre már rég a függönyre húlt. Hova lett már a búl, amikor még a jó, jöjtszáztól zenget akkor szólt. Amikor még a szepáriát, a fiak kertben ült a festrát. Gyönyörű szép festidő, szomorú szívvel legyintek a győ. Beszéljen még, Vicó! Én nem vagyok nagyvilági hölgy. Én egy
Nagyon egyszerű, buta kislány vagyok. Semmi miniszteri tanácsos, se családi birtok, se állítós. Egyik se. A Café Balaton az enyém. És az amerikai nagybácsi? Emlékszik arra a pincére, aki kiszolgálta? Hát, ő az amerikai nagybácsi. Minden szükség volt. Csak a Lajos bácsi valódi, ő tényleg amerikai. És szerelem? Mondja, az is hazugság volt. Ezek után még értelmét látja. Az igaz volt. Ne hiszem. Semmi baj, akkor bemerem mutatni a mamának. Ez ellenünk se lehet tenni, ez ellenünk se lehet senki. Hiába menekülsz a szívednek többet, a hölgyi boldogság. Mi lehet mégis annak titka, hogy egy kis boldogságról ritka, hogy most szívemben örök szerelmet érzek, s remegve köszönöm, hogy az így megáldott veled, mert boldogabb, mint én, ma már sem lehet. Úgy érzem, hogy az életem csak most kezdődik igazán. Napfényes lett az én végtelen szívem viharán. Igen, őseim hagyták rá. És ki ez a kis fiú a képen? Ja, ez
nagy orosztás még. Felvehetem? Hát persze, tiéd. Na? És ez? Gyűrű. Ah, Istenem, de gyönyörű. Ó, oh, kicsi el az ujjamra. Hát miért nem szólsz? Thank you.
Miért osztattak vacsorát? Majd később. Várjuk valamit. Parancsát. Mama, azt mondtad, hogy várjuk valakit. Te kit vársz? Majd meglátod, fiacskám. Meg leszel le. Táncolnak. Milyen szép este. Nézd csak a holdra. Hol? Hát. Ja, igen. A teli hold. Érdekes, tényleg. Pont úgy néz ki, mint a teli hold. Ilyen fényesen vagyok a csillagok. Édesanyukám, mi van ma veled? Sose láttalak még ilyen érzelhetőséget. Robikám, mondj csak. Mit szólnál hozzá, ha egy újra fényezzed? Mama! Nem biztos, csak is.
És ha megsértett, talán ő sem pofon, úgy kellett. Mit? Robi! Mit? Lázadás? Nem, mama, ez már maga a forradalom. Jó kisfiat? Hát most kinyitom a te éles agyőszedet. A te jó kisfiat egy ugyanolyan utolsó rondott csivész, mint a többi. Vedd tudomásul, hogy én éveken keresztül félrevezettelek. Te minden este 10-kor ágyba kergettél engem, és én minden este 10:30-kor kimásztam az ablakon. És hajnalban másztam vissza. Az egész apanázsomat kapupénzre és nőkre költöttem. Nőkre? Nem igaz! Nőkre, ha mondom, mama, kis nőcskékre! Évek óta lábbal tiblom hátad meg az erkölcsöket! Cukrot vettem lányoknak! Kaptam a csókolosznak! Hajfűtőket voltam az órámban! Átlőtt szíveket véstem a ligeti padokba, és ez még semmi! Elég! Nem akarom hallani! Kimondom! Én szerelmes verseket írtam. Ez a te fiad! És most két eset van. Vagy lesújtasz, vagy velem elsz. Én elájulok! Ez a harmadik eset. Szerusz, drágám! Pardon, úgy látszik rossz hozzám. Nem, nem! A legjobb körülténz, én is angyalok. Engedd meg, hogy bemutassam a fiamat. Azt hiszem, hogy már találkoztunk. Igen? Ott talán a strandon? Nem, nekem úgy rémlik, hogy már előbb is. Bocsássanak meg, nekem azt hiszem, most mennek. Itt maradt, bármi történik. Maga itt maradt. Bármi, érti? Mama, szóval ez az a hölgy, akiről beszéltél? Igen. Az a bájos, finom, szolid úri lányka, gőzmozdonygyáral és pulman szerelményekkel egy a kötőben. Hát akkor rendben van, mama. Szervusz, te bestia! Roki! Miért? Mi már ilyen jóban vagyunk, igaz? Szerintem nem érted! Nem érted, mama? Hát hol van az a híres anyai ösztön? Ő az a nőcske, akiért 2 évig az ablakon át közlekedtem. Ő bírta 2 évig a szívemet. Ő bírta 2 évig a zseppénzemet. De hogy én hogy bírtam 2 évig, azt már nem tudom. És nekem azt mondtad, unokam? Várj, még ha akármi volt, most már elmúlt. Legszépen, az úgy... Várj csak! Azt akarod mondani, hogy ő és te... Hogy ti ketted? Szóval... Úgy, ahogy elhallottad, mama. Nekünk sok egy nap. Hogy került ide ez a nőzemi? Imád! Nem bír nélkülem élni? Utána utazott, hogy nálad megpályázz a kicsi kezemet. És a kedves papa? A gazdaságos és a gőzmozdonyok! A gőzmozdonyok, mama, ugyan? Darmosítő óvudám! Minél hamarabb elhúgyja magát! Lágyam, így ezt nem tudom! Nem, hol itt marad, mama? Ha meghívtam, most már áldozhatnám, ez így szokás! Hol a hely, mama? Utána már te vacsoráztasd meg! Mi ezt így szoktuk! Úgyis ez az utolsó vacsorája már, mert most már szülői kartonban szakítunk el. Pincér! Mi lesz vacsorára? Mi lesz vacsorára? Mama, mit kérjük Lolának? Ó, tökéletes bárány rudacskák, lába kövön sütve, szalonnás zöld lappal, tüzes mártással. Nagyon jó lett. Tudod, hogy rendben egy borjú karbonát, így jól csinálják, ugye? Hidőről lehetne igazolni. Sört is kérhetek? Tudod, mit kérdezik? Amellett még jobban lehet vigasztalunk. Igazán megérjük, hogyha én... Éva, ne vegyed el, kérlek! Nem tudom, érdemlítettem a bácsikát! Ne hagyjon egyedül, ezzel a két felbőszült nőstét ívissel! De meg kell szakadottan lát viszont! Jöjj! Táncolj! Minden esetre jobb, mint itt maradni! Én is már jobb! Elálljunk! Mi ez, mama? Ez szó vagyok! Én is jobb! Mama! Ezeket az égszereket tőlük raboltak.
Elnézést, folytassák, csak semmi van. Ki a másra nem hív semmiden. Foglalja a helyet, majd én kérdezem, hogy mennyi szépen felelni fog. Hát, beszélhet, mire fel a... Sssss! Kérlek, kérlek! Éva, mondja meg, kérlek, honnan vannak ezek az észre? Azt hiszi, hogy ez a maguk. Arra feleljen, amit a fiam kérdezett. A nagybácsimtól kaptam. Na látom, hova, hol meg biztos eladta a nagybácsiját? A nagybácsa jól kapta! De még ez is kérdés, mert lehet, hogy ő maga ott dolgozik. Magának fogták el az égszerét, és ezzel együtt minden így! Hozzá!
szerint áll. Már megmondta Cicero, virgelődni mire jó, aki fukkad, arra lehetődik a fáj. Nincs a bőszokok lesz is, így beszélt a kis kamis, bármi nőlel bajba vagy neki a fáj. Parigi menjuta normali meses da interesnak dotta sa garanti calcivis Borsalom Ezt a raptam. Engedem, kérek. Őszünk már!
Nem. Akkor rendeljenek valami nézsonyít a vendéglőből? Danke, nicht. Errejt! Nincs itt vágyom. Engedem, kérdőságot tudom, mi van itt? Két héttel hamarabb megjöttek a vakázból, Robika nem akar reggelizni, nagyságos, nem akar ebédelni, őszintén szóra reggel, és elment az étvágyom. János a Józsi, magának elmondom. Ez a kivész, ez a barátnál, ez a hazudom, a körnök, ez a pókos. Ah, nem csodom, rólam beszéltek. Hogy csak rúgták? Dolgom volt. Miféle dolgom lehetek? Ez is semmi sem volt, ezen túl lesz. Állásom van. Állás? Neked? Felfogadtam, hogy a kis állás? Na, amilyet kínáltak. A viszászatom meg ő. Józsika, hallja ezt? Elvattam volna. Havi 160. Józsika mindig valami rosszal, mindig rosszát ez a... Elég! Józsika, legyen már kedves, akarjak a bőrnöket, kedvéért a ruhákat, és legyen a tettőket. Napi 160 bennő. Szeretem, szeretem, 160. Beszél. Mit kell? Hát Istenem, nem lettem a gonsz dologjúz vezérőzgatója. Egy kis lakatos árnyából léptem be. Állás. Havi 160 bennő. Szeretném végyetel is valakot. Havi 160 év dolgozni, hát ilyen még nem volt a mi családunkon. Eddig semmi állásom nem is volt. Más! Akinek nincs állalás, az még lehet valaki. Az előbb itt van a világ. Ma senki, holnap vezérigazgató. A legjobb házasságban az állásban a kiadán ellen csinálják, de ki a nyolának, ami százatban, senki. Én Zsoltán, akinek nincs állása. A nyolája tartja el. De úr, magán szó. Most a szörös során jó. Párti. Aruskám, tudod, hogy a pillanatban mi távol áll tőlem, hogy parti legyek? Nézd, engem az aranyhalacskák már csak az akváriumban érdekelnek, és a nagy hozományokat átengedem másoknak. Robi, csak nem! De igen, anyuskám, üss, hagyom tagad, hogy kit álljunk el. Én elveszem mégis ezt a lányt. Jézus! Melyiket? A kokottot? Vagy a rabló lányát? Anyuskám, nem lány a rablónak, és a rabló nem rabló. Hiszen egy betörő lányt akarsz feleségül venni, aki betörő unokákat szűjjön neked! Tönkretették mamádat! Ellopkázz a családi bajot! Vissza fogják hozni, mama! Lajos bácsi még ma délelőtt visszahozza az égséget! Nem! Nem akarom látni ezt a vét! Betörőt! Mama, 4 évet ült! Visszaad mindent! Ezzel jóvá tette a bűnét, és én elvettem a bukát! Akkor nem is elvettök! Kérlek! Egy sem megyek arra a betűnestőre! Kérlek! Hívd meg annak sobrióskát, ne legyek! Kérlek! Én a Maros bácsi, mama! Menjél ki az előszobába is, mert hát ott az égszereket is már is jelenek! Ugyan, anyuskám, de csak nem fogok az előszobában tárgyalni a leendő apósommal. Elveszettem a reszem, nem iszom, nem eszem, én is ezt csak magának közönhezem. Ha álmodszok, hogy sírom át, vagy sok szép éjszakát, s a házóvá megyek, látom magát.
Önszántamból? Hát ez gyengén túlzás. Lajos bácsi két pofonnal erősítette meg az ambíciókat. Két bőrön, két pofon. Nagy bőrön, kis bőrön. Nagy pofon, kis pofon. Itt van, tegyen őket az a lógás. Ez határtalan tévedés. Itt a leltár, Lajos bácsi állította össze, darabonként kell átadnom, és aláírva visszavinnem. Nem szégyeli magát? Erős, egészséges ember légére lopni. Könyörgöm, állította, hát én nem akartam lopni. Hát ott állt az a két bőröndöm. Olyan ármár, olyan egyedül. Hát féltem, hogy valami disznótól majd magáéba leszünk. Felvettem és leadtál azt, amiket a megérzétek. Ez csak az egyiket. 80 fenyőt adtak rá. És mondja, hogy váltotta ki? Nézzé szíve. Lajos bácsi adta rá a pénzt. Tisztelteti nagyságodat. Jóran, nem érdeke. Akkor értem a szajnét. Jöjjön a szobába. Megjegyzem, a rántott csirkét jó étvágyra elfogyasztottam. Mértéktelenül pompás volt, nagyság készített. Megiskoláljunk, menjél és adj be át a holmit. De higgy el, én úgy szégyellem magam, hogy majd esélyek. Hát ha szégyellem magát, máskor ne lopjon. De nem a lopás miatt. Hát én visszaadni szégyellem. Ilyet én még sose csináltam. Ha most csinál, semmi nem jó lesz vele magának. Józsikám, gyöngyeket, nem hallja? Soha többé nem értélek a helyet. Jöjjön, Sobri úr! Soha többé! Jó napot kívánok! Jó napot! Mit akar? Kérem, én a bácsikámat keresem. Arra a betörőre gondolt? Nagycsáddal, betörője nekem nagybácsi. Se nem volt betűnő, se nem bácsi. Nem lehet. Nekem megígért, hogy idején is tisztelt az égszínet. Csak erről akartam megint. Ha maga hiszek betűnő szavának? Attól még lehet betűnő, akkor még lehet hinni neki. Nem lehet. Aki betű, az hazudik is. És kisasszony is jobban tette volna, nem találkozik egy új családba, ilyen nagybácsi volna. Én nem találkoztam, és nem tudtam, hogy a bácsikám betűnő. Miért az áltatom? Csak rá kell nézni az embernek. Akkor már csak én nem vettem a teljesetet. Igen, igen, hiába csodálkozik. A Lajos bácsi elmesette a hódítását. Ki? Elég. Nagycsádnak egy szavasa lehet. A nagycsádot nyakor csapott egy betörő. Én elájulok. A nagycsád elájulhat. Nagycsád csinálhat, amit akar maga. Mégis nyakor lecsapott. Én csöndesen elindulva a fiam. Mi? Rabét kapom. Igen. Ne haragudjon, ha megsértetted. Egy megtört anya. Szól most kegyetlen. Könyörgöm, ne legyen a fiam feleség. Ez nem tudom. A kegyet Robitájának nyilván van egy érzem, hogy ezek után nem sem veszel. A félesnek az Robitájának nincs annyi esze. Ha csak is ennek a nyugodt, ragaszkodik ez a házassághoz. Hát akkor mit tehetünk mi, gyöngenő? Nem merjünk hozzá a feleségünk. Nézze, Robi, előkelünk családsal. Ez a házasság még Lajos bácsi nélkül is veszalliansz lett volna. Tolvajjal együtt kész öngyilkos. Öngyilkosság? Kinek a részéről, az enyémről vagy a Robiról? Őszinte legyek. A lányom. Én ezt nem illettem. Na, jól van, nem kell úgy megijedni. Ne sírjon. Úgy sem megyek hozzá. Ez igaz? Kisasszony. Sajnos igen. Tudja, mi nem lennénk boldogok egymással.
őrő urával. Legfeljebb szerelmesek lesznek az emberek, de nem becsületik meg. Kisasszony, maga bizony Isten olyan okos, majdnem, majdnem szeretem magát. Majdnem szeretem. Az én életemben minden majdnem. Majdnem gazdagány lettem. Majdnem elvett az, akit szeretek. És majdnem boldog voltam. Ne folytassa, mert mindjárt elsírom magam. Szóval? Lemondol a bíró. Lemondok. Kegyet angyal! Ha ez a Bazza Lajos bácsi nem lenne, mi képes lennénk azt mondani egyetlen, vidd el a fiamat! Anyuskám! Éva? Jó napot, mérnök úr! Jóisten, úgy örülök! Tegye már a kapját! Na, foglaljon el! Mondja, mivel kínálja meg? Likőr, a cigaretta? Jóisten! Robi! Miért hagytad azt a betörőt egyedül a szobában? Micsoda, hát mégis itt van! Nem, ez nem a Lajos betörő, ez a Leó betörő. Visszahozta a holmimat. Sajnos az uborka salátát megzavarta. Azt kérdeztem, hogy miért hagytad egyedül azt a betörőt a továba? Miért is hagytam egyedül? Ja, Istenem, olyan zavarodott vagyok. Ja, igen. Nézd, Anyuskám, nekem már fogalmam sincs, hogy mi volt azokban a bőröndőkben. Menj is vedd át te a holmit. Én addig majd elszórakoztatom a kisasszonyt. Ó, nem. Kérem, menjen csak nyugodtan. Ne féljen, nem leszek egyedül. Mindjárt itt lesz a másik betörő is. Egy betörő itt, egy betörő ott, kész Markóc! Na, mi az? Maga vétlen egybe! Datból! Én ugyanis nagyon-nagyon datos lettem. Ugye? Mondhatom a karakát. Éva. Fokozzon meg! Állásom van! Elsőn belépek! Havi 160 bengő! Lakatos hátjár! Na, egyszerre olyan sürgős lett az állás? Igen, ugyanis ha még nem tudnál, nősülök! És mit veszel? Ezt még nem mondtam? Hát akkor csodálkozni fog magát! Mondja arra, egyáltalán nem kíváncsi, hogy én magához megyek? Nézd már, hogy milyen szórakozott vagyok, hogy ezt még nem is kérdeztem. Hát, szóval hozzám jön? Nem! Bocsánat. Hallucinálok. Úgy értettem, hogy nem. Jól értettem, nem. Hát ez vicc. Szeretem magát. Most szeret engem. Ásuk, akkor satúr. Honnan tudja, hogy szeretem? Nem magam. Hol visszavonom? Szóval nem. És akkor hitek ez a csupán, hogy játéka voltam. Csönt? Van egy ötletem. Nos? Maga hasznik. Imád, de titkolja. Az anyám bérelte fel. Nézd, ha a magának teljesen igaza van, maga nem külsülhet be egy betörő családban. Miért ne a bácsi betörői lakatos árnyában volt? Éva, egy kis fogunk lakni. A bácsi reggel elmegy dolgozni. Meg a szányra tolva a kulcsokat, meg sem. Nagyon szépen megeszünk, Éva! 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 Thank you.
van, szerelmi van, de ne tudjuk hát, mi az az orvosság. Tudjuk hát, mi az az orvosság. Csak is az igazat, és abból semmit el nem hallgattam. Micsoda, maga is benne van! Benne maga, mellé kellene, mint szakértő.
De hogy a rendőrség azt hitt, hogy egy pontár alá a szemben. A kodogó megígért, hogy a lelkapta kihúz a csávából, de sajnos erre már nem volt ide. Most már értem, hirtelen volt meg szegény. Igen, és én benne maradtam a szóban, a rendőrség nem akartak itt. Mint ahogy mi sem hiszünk. Szemem szedett rám. Az én uramért nem. Most maga látni, mert már nem véletezett a szegény. Hol van a több részek? Hol a készpénz? Arra feleljen! Jó! Józsikám, mi történt? Rosszul van? Szerintem, Józsi bácsi. Az égszerek meg vannak! Hol? Józsikám, tűnj már, de beszélje, rosszul van, hol ne volt? Hogy akkor a Józsikám? Mindez hallottam, mindez hallottam! Az égszerek egy bank széfében vannak. Hol? Milyen bankban? Miért nem állott el eddig? De nem tudtam. Végeztem, de volt, hogy a megbondogult vezérigazgató egy csomagot nyomott a kezembe, hogy tegyebb egy bank széfébe az én nevemre. Ez közvetlenül a rablás előcsillagunk között. Mondod, hogy mi van ebben a csomagban? Nem mondod semmit! Csak azt mondta, hogy muszáj titokban tartani, mert ha kiderül, akkor ő tisztességtelen embernek fogják tartani. És várjon, egy hét múlva meghalt. Én nem szóltam senkinek, szólt sem. Én fizettem a díjakat, hogy megőrizzem a drága gazdám becsületét és tisztességét. Ennyi az egész. Lajos bácsi, akkor te nem vagy gazember! Mikor gazember, angyal, esküszöm, angyal! Mi van, mi már? Hé, jó, hát nevel, és engem nem kicsi senki! Ez ilyen derék, becsületes, brinsen, édes, bűnlészes! Igen, éjjel Leo a másodkezű! És mivel most már nekem megvan az aranyórám, magának adom ezt a miklit. Az órám. Hallod, nekem akart adni? Vagy nem? De igen. Hát én tiszteletben magamhoz. És ha megengedik, kihasználom ezt a népünnepi, is távozom. Nagyságos asszonyom! Bármikor betölek, mikor vagy, forduljon el. Kis csókai részpontóak! És tudja nagyság. Elő semmi, hátul semmi, középen Leo. Jobban? Igen, köszönöm szépen a csendet. Jobban vagyok. Melyik bankban van a csomag? Melyik bankban? Ó, megmondom. Itt a központi bank, széfében. Ez az Józsi bácsi, gyere, hozzunk ki! Gyere! Írva, maga is felünk jön. Nem, én hozzám, nem kisasszony! A fiam, nem ismerkedik meg magának, soha nem kapjuk vissza a családunk ősi erekét. Ez az! Ma, az erekénk! E várasszonya, helyesen fejezte ki magát! Menjünk fel hát le kincses kozamatánkba, s hozzuk napvilágra az erekéket! Mama! Hát ismertes ki a Gromberret, Józsi bácsi, bűncsatlósok! Hozza! Jön! Miért kérem? Belegondolok, hogy betörőnek nevezzem egy ilyen derék, önfeláldozó ember. A betörő vagyok, csak éppen a sajátomba toptam el. Éppen azért szégyellem magam. Csak egész nyugodtan. Nagyságos asszony, nagyon csinos így szégyenkezés. Katona úr! Nyaka. Ne csavar el! Tudom,
Nem valami fényes pozíció a hölgyek számára, miután kapodni szoktak. Lajos! Úgy tudom, maga Amerikában volt. Nem volt, papa csodál. Csorocsáron túl soha. Maga Amerikában volt. Ékszerekkel foglalkozott, meggazdagodott és hazatért. Várj, csak miért jött haza? Hát meg kirúgtak bárc. Nem! Maga 4 évig New Yorkban volt. Holnap vesz egy térképet, megnézi, hol van New York, megtanul egy kicsit angolul, az orrán keresztül fog beszélni, és minden második szava az lesz, hogy oh yes, megértett. Oh yes. És ha mindezt megcsinálod, akkor mi lesz? Ezt nem tudom. Cseng a hangja, mint a halak, maga nem az a kis halak, az a könnyű szívű halak, akit leterít egy hó. Most már látom, hogy a Lajos bácsi tényleg igazat mondott.
Én töröm érte magam Amerikában. New York. Csak új, micsoda romlott fattár. Na, arról a másik, amit a látod ellenet szólt. Hogyha nincs ez a derék ember, akkor lehet, hogy soha... Ez a derék ember, jobban lepülhet egy kicsit, mert aligára rá. Megkóstoltam a habos kávét, mert maga az én édes kis habos kávé. Anyuskám, kérlek engedd meg, hogy bemutassam neked a mennyasszonyt. Mama! Lajos bácsi! Nagypapa leszek! Nagyságos köszönöm! Megengeded, hogy melletted élegyek a nagypapa? Megengedem neked te! Lény vető! Csak nem! Házasság! Hát, hogy egy lény betörőhöz illik. Mert van egy amerikai közmondás. Egyik börtönből ki? Happy birthday!